kívánok mindenkinek, tisztelettel köszöntöm a szeptemberi testületülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 11 fővel határozott képes az ülés megnyitom. Edzőkönyv hitelesítésére felkérem Füle Zoltán és Hugo Máté képviselőket. Az előterjesztések ismertetése bizottsági üléseken megtörtént. A jegyzőkönyvben ez később szerepelni fog. Az irányba kiküldött napirendekről két felemeléssel szavazunk. A napirendekhez kérdezem, hogy van-e valakinek módosító javaslata. Ha nincs, aki elfogadja a kiküldött napirendek tárgyalását, jelezek észrevétellel. Egyhangulag elfogadtuk. A két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóhoz nincs kiegészíteni való. Aki elfogadja, de az elfogadás előtt, ha van kérdés vagy vélemény, szívesen válaszolunk, akkor készfelemeléssel szavaznunk az elfogadásról. Köszönöm, hogy hamarabb elfogadták a beszámolók, a tájékoztatót. A második napi rend a 2023 éve költségvetés módosítása, a bizottság tárgyalata. Elfogadásra javasolja, ez a költségvetésben a jogszabályok által előírt kötelező második módosítás 3 milliárd 16 millió forintról 3 milliárd 227 millió forintra módosult a költségvetés. Csabai Gergely könyvvizsgáló megítélése szerint az előterjesztett rendelet, tervezett rendeletalkotásra alkalmas, a bizottság tárgyalata elfogadásra javasolja. Kérdések, vélemények a költségvetés módosításáról. Tessék, parancsolni! Én elmondtam, hogy a pénzügyi bizottságnál is visszajavaslatom, hogy alakítsunk hitelfűtési támogatási rendszert, beleértve a fizikális és egyéb hitelfűtési lehetőségeket is. Nem tartom elégségesnek azt, hogy 7-es millió forint legyen 11-es városban krízis támogatása. Szerintem ez nem oldja meg az összes olyan problémát, ami a rezsitámogat, vagy ami a fűtési rendszer támogatására elégséges legyen. Úgyhogy javaslom, hogy alakítsunk ki egy olyan rendszert, ami külön pályázható, tehát nem ezen belül, hanem egy ellenevesített össze jelenjen meg. Fenntartom ezt a véleményemet, hogy szükségesnek tartom. És kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák. Képviselő asszony a bizottság ülésen módosító javaslatot fogalmazott meg, a bizottság módosítást nem támogatta. Az előterjesztésben, hogy a módosításban a képviselő asszony megfogalmazta, hogy a képviselőtestület és a polgármester szociálisan érzéketlen. Ez az állítás elfogadhatatlan. Közel 60 millió forintot biztosítunk erre a területre. Gyógyszertámogatás, gyermeknevelési, beiskolázási és születési támogatására rendelkezésre, az esetleges gyerekek támogatására 9 millió forintot fordítunk, a nyugdíjasok támogatására 8,5 millió forintot, a családsegítő szolgálat működtetésére 19,5 millió forintot, a szociális feladatok Szigethalommal történő ellátására 8,5 millió forintot, és egyébként krízis támogatásra 7 millió forintot. Minden jogszabályban elejét kötelezettségét, ami a szociális ágazatra vonatkozik, teljesíti. Korábban már bebizonyítottuk, megcáfoltuk a valótlan állítást, ami a házi szociális gondozásra és az idősek napközi ellátására vonatkozott. Természetesen ezeket a feladatokat is ellátjuk. Házi szociális gondozás is és idősek napközi ellátása is rendelkezésre áll, és 4 kérőhely van az idős otthonban. Itt a fűtési támogatása Ráckevei példát hozott a bizottság ülésen a képviselőasszony. Mi azt gondoljuk, hogy a mi gyakorlatunk jobb, mint az általa felhozott példa, mert mi egy krízis támogatási keretet létesítettünk. Ebben nem csak fűtési támogatás, hanem más típusú támogatások is lehetségesek. Más típusú támogatásokat, kéréseket is fogadni tudunk, mert igazából a keret felhasználása ezt lehetővé teszi. És ugye itt a bizottsági kiegészítésben elhangzott az is, hogy egyébként a képviselőtestület polgármesteri hivatal a fűtési gondokkal küzdőket is segíti, például a tűzifa biztosításával, a tűzifa helyben szállításával is. Tehát a bizottság a módosító javaslatot ezeknek az információknak alapján utasította el, én a bizottsági határozat támogatását kérem a képviselőtestülettől. Először a képviselőasszony módosító javaslatával szavazunk. Szeretnék megjegyezni, hogy a
Városi Sportköltőből Egyesület 30.427.000 forintokkal. A krízis támogatás az egész településen 7-es millió. Tehát én ezt nem érzem úgy, hogy ez arányos lenne. Feltartom a véleményemet. Az időskorúak ellátásával kapcsolatosan elmondtam a bizottságnak, és most is elmondom, hogy ez mondjuk finoman szólva a nevetséges és félrevezető, hogy mindenféle statisztikákat kimutatunk arról, hogy 25 férőhely van, és nincs mellett a kihasználtság, persze nincs mellett, mert évek óta senki nem vette igénybe, és ezt is javasoltam, hogy próbáljuk meg lehetővé tenni az igénybevételt, azzal, hogy vásárolunk egy mikróbuszt, amivel összeszedjük az időskorúakat, elviszünk, hazaviszünk őket, mert ez a dolog nem csak arról szól, hogy ingyen utazhat, hanem arról is szól, hogy lehet, hogy fel sem tudsz szállni arra a járműre, és én nem tartom megoldottnak az időskorúak napközbeni ellátását. Az, hogy van 4 férőhelye a Nyírkanikedben, ez egy másik dolog, az egy ottlakásos történet, ha jól tudom, maximum 1 éves időtartam, amíg lehet ott szociális alapon lenni. De egyenlőre 0 fő tudja igénybe venni a nappali ellátást. És ezt nem tartom helyesnek, és nem tartom jónak, mert lehet azzal foglalkozni, hogy ez van, de hogyha nem tudják igénybe venni, akkor még sincs igazából igénybe vehető formában. Köszönjük szépen, tehát van igénybe vehető. A sportköri támogatás 21 millió forint, ebből 11 millió kézilabda szakosztály, 10 millió labdarúgó szakosztály, és egyébként a kézilabda szakosztály bérleti díjból díja 8 millió forintot visszahoz minden évben a költségvetésben. Tehát gyakorlatilag 3 millió forint támogatást kap a férfi-női szakosztályról legalább 90 gyermek sportol. És örömmel adtunk arról is tájékoztatást, hogy az MKSZ-ben nyújtott kérelmünk alapján újabb 2 millió forintot kapott a sportcsarnokfűtési költségeinek a támogatására a város. Gyakorlatilag azok a számok, amelyeket képviselőszényen ügyesen összeállít, ezek nem felelnek meg a valóságnak, de ezen nem lepődünk meg, mert ugyanezt történik a képviselőszony által a Facebook nyilvánosságban. Ezen az itt aztán meg is szeretném kérdezni, hogy nem kellene elgondolkodni azon, hogy abban a nyilvánosságban, amelyben részt vesznek, véleményt fejtenek ki abban az ügyben, hogy lehet-e kiegyenesített kaszákkal jönni a polgármesteri hivatalhoz, illetve lehet-e kérdési engedélyt adni emberekre, képviselőkre, polgármesterre azon az alapon, hogy valakinek nem tetszik az, amit döntésként vagy véleményként mi képviselünk. Képviselő aztán, hogy részt vesz. Azon az oldalon véleményt fejt ki, ahol ezek az álláspontok elhangzanak, és én azt szeretném csak kérdezni, hogy melyik ügyletnek van félnivalója. Én meg azt szeretném kérdezni, hogy olvassa fel azt a posztot nekem most, polgármester úr, amit én ehhez a témához hozzátettem, vagy kikérem magamnak, hogy összemosson dolgokat, amit rendszeresen tesz. Az előzőhöz is mondom, hogy hogy működik Hoffmann Pál. Városi Sportköltőből Egyesület, 2023-as évi előirányzat volt 19.927.000 forint, jelenlegi előirányzat módosítva ugye május 30-án 30.427.000. Én erről beszéltem. Erre följön azzal, hogy a készülőben még így megbújt. Hozz egy olyan dolgot, amit nem is olvastam, és kikérem magamnak, hogy ezzel regzáljon engem, mert én soha emberre ilyet nem mondtam, hogy kilövési engedélynek haza. Nyilvánvaló. Jó, úgyhogy legyen szíves, hogyha ilyennel támadnak, akkor konkrét példát hozzon, kifényképezést mutassa meg nekem, hogy mit írtam, amit nem írtam. Felháborítónak tartom. Én azt állítom, hogy olyan komment versenyben vesz részt, ahol ilyenek hangzanak el. És ezek után örülök az álláspontjának, és bízom is benne, hogy lereagálja majd azokat a véleményeket, amelyek mások megfélemlítésére fogalmazódnak meg azon az oldalon, amelyet ön is részt vesz. Szerintem jogom van bármilyen oldalon részt venni, de hogyha én egy bizonyos témához nem reagálom, akkor ezt a témát nem lehet nekem felvonni. És ezt kérem, hogy ezekünkbe kerüljön. Kérem, hogy ha bármilyennel támadnak, akkor az itt lemenjen mutatva, kifényképezve arra a Facebook oldalon, hogy én mit írtam, ami polgármester úr ellenem felhoz. Tehát elmondom még egyszer, hogy én ezt a vitát nem is olvastam a Facebookon. És felhangolítónak tartom, hogy ilyen módon folytassa a karaktergyilkolást, amit elkezdett ellenem már élet voltak.
Köszönjük szépen, képviselő asszony, módosító javaslatánál vagyunk. Aki támogatja a módosító javaslatot. Igen, aki a képviselő asszony, módosító javaslatát támogatja, jelezze készfenntartással. 3. Tartózkodás. Ellenszavazat. Megállapítom, hogy a testület a módosító javaslatot 8 ellenszavazott elutasította, és most az eredeti költségvetési előterjesztésről szavazunk. Bukman Pál. Igen. Ági Csanta. Igen. Csúcsa Iskola. Farkas Zsuzsanna. Tartózkodás. Füle Zoltán. Gerdi Csillé. Igen. Kis László. Igen. Malackó István. Vaslaki Judit. Igen. Rejmola István. Igen. Bukov Máté. Tartózkodom. 8. Igen. 3. Tartózkodás. A következő napirend csatlakozása Bursa Ungárika felső oktatási ösztöndíj pályázathoz. Bizottság tárgyalata elfogadása javasolja. Bukman Pál. Igen. Ági Csanta. Igen. Csúcsa István. Farkas Zsuzsanna. Igen. Füle Zoltán. Gergi Csillé. Igen. Kis László. Igen. Malackó István. Igen. Vaslaki Judit. Igen. Rejmola István. Igen. Bukov Máté. Igen. 11-1-3. Az óvodák tájékoztatója a 2023-24-es nevelési év beindításáról bizottság tárgyalata elfogadásra javasolja. Készfeltartással először azokat kérem, akik elfogadják a beszámolókat, jelezzék készfeltartással. Egy hangulag elfogadta a testület. De javaslatokor tárgyalt a bizottság a Pest megyei kitüntető díjak adományázására vonatkozóan. Jegyzőszönt kérem, hogy sorolja fel azokat a javaslatokat, amelyeket a bizottság elfogadott. Pest megye tisztmegyára cím adományozására Nyári Istvánra javasolták a bizottságot. Csak elismertetem a javaslatot. A nemzetiségekért díj adományozására Palackó Istvánra, Pest megye művészetéért díj adományozására a Szárnyitogató Művészeti Alapiskolán és Csollák Mihályra, Pest megye sportdíjára pedig a TikTok Egyesületre. Igen, parancsoljon. Lenne egy javaslatom az év kisvállalkozása díjban, nem tudom, hogy ők kisvállalkozásnak számítanak-e. Itt nem ismerem őket annyira, a Navarro Kft. Ugye ők volt egy családi tragédiát is, ugye túlélte a cégük, és azzal együtt ugye viszik tovább és csinálják a dolgokat, illetve egy közönkormányzat is ugye többször kapcsolatba kerül velük, ugye területet bővítenek, tehát egyértelműen csinálják a dolgokat, és nem álltak meg. Várom a javaslatokat, hogy esetleg más is így gondolja el, hogy ők lehetnek a évtíz kisvállalkozása díjra méltóak. Igen, én is úgy gondolom, hogy ők már inkább nagyobb vállalkozásnak. Mert pláne főleg a bővítési szándékokkal azok lesz. Vagy itt a nagyobb kérdés, hogy akarnak majd üzemet nyitni, összeszerelő üzemet, tehát az ugye már nem kis vállalkozás. De hát nem volt meg nagyon sokat a... Elvesszük a kis jelzőszerzet, az én vállalkozása... Mert nagyobb most a megyénél, tehát most magunkat nyugodtan terjedtünk. Ugye ha ő tudja, hogy javasoltuk és nem kapja meg, az egy kicsit gondás a hang, plusz hangja lehet. Igen, sajnálom, nincs semmi akadálya, hogy ezzel a javaslattal kiegészüljön a bizottsági javaslat. Ugye az abban egyeztünk meg a bizottság ülésen, hogy a laudációkat azok fogalmazzák meg az általuk javasolt személyekről, illetve cégekről, akik megfogalmaznák ezt.
nem látunk bele annyira a cég működésébe, ezért, de hát Bukor képviselő úr nyilván jobban látja ezt, és ezért a javaslatot indokoltnak tartja, mi örülünk a javaslatnak. Egész jövünk itt a Csúcsia István, Hopman Pál és Farkas Zsuzsa és Lukov Máté fognak laudációkat készíteni a Pécs megyei közgyűlés számára, azokról a személyekről és intézményekről, szervezetekről, amiket javasoltam. Szépen! Azt mondtam. Akkor ezzel a kiegészítő javaslattal teszem föl szavazásra a Pécs megyei kitüntető díja adományozására vonatkozó előterjesztést, aki elfogadja, jelezze készfeltartással. Egy hangot. Tartozkodás. A következő a Dunai repülőgépgyár övezetmódosítási kérelme, a bizottság tárgyalta elfogadásra javasolja. Kérdezem, hogy van-e kérdés ezzel kapcsolatban. A bizottság ülése még arról adtam tájékoztatást, hogy Gergő Szíves alpolgármester javaslatára előterjesztés készült a Csépi út bal oldalán a tervezett gerinc nyomvonaláig ipari és kereskedelmi övezetbe sorolásra, ami hasonló jellegű döntést igényel majd. Aki elfogadja az előterjesztést, az név szerint nyilatkozik. Hofmann Pál, Ági Csanta, Csúcsia István, Farkas Zsuzsanna, igen. Füle Zoltán, Gerdi Csillés, Kis László, Malackó István, igen. Vaslaki Judit, igen. Reimola István, Bukov Máté. Igen. Közterület használat szabályozásáról, díjazásáról szóló 1999-es rendeletünk módosítása a következő napi nem. Törvényességi felhívásra készült az előterjesztés. Egy módosító javaslatot teszünk a 3-as paragrafus 2-es bekezdését. Javasoljuk úgy megfogalmazni, hogy kereskedelmi és vendéglátóipari célokra kizárólag a piactéri közterület igénybevétel engedélyezhető szombati napokon. Van-e kérdés ehhez az előterjesztéshez, vagy módosító javaslat? Ha nincs, aki elfogadja, készfelemeléssel szavaz. Meg az is, aki nem, de először, aki elfogadja, egy hangon elfogadta. Ez a rendeletmódosításról? Igen, akkor ez azt ismerteti a szavazást, most a rendeletmódosításról szavaztunk. És akkor egy határozati javaslatot is fogalmaztunk meg a kormányhivatal felé, ami után elfogadják a rendelet tervezetet, ez már csak fordva, én megkérném szépen, hogy erről is szavazzanak. Aki elfogadja, jelezze készfeltartással. Ez volt az okba az eredeti előterjesztésnek. Köszönjük. A következő. A mai nap legörömteribb napirendje. A napsugár és a Horvátovoda bővítése és felújítása. Nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás indítunk, mert elkészültek a dokumentumok, ezeknek a jóváhagyása történik most meg. Név szerint szavazunk arról, hogy meghirdetjük a pályázatot az óvodák bővítésére, felújítására. Ugye a bizottsággyűlésen nem kerítettünk túl nagy feneket neki, de azért csak érdemes beszélni róla, hogy ebben az igen nehéz időszakban, amikor kevés helyen beszélhetnek beruházásokról, mi egyrészt benne vagyunk a Schindler-Rakó rekultivációban, ami 300 millió forintos beruházás, és decemberre biztosan el fog készülni a munka, és ezúttal is tisztelettel hívok mindenkit a pénteki nyitó eseményünkre a helyszínre. Másrészt pedig ennek a beruházásnak a nagyságrendje is azért elismerést, említést érdemel, mert azért a 730 millió forintos beruházás ritkán, beruházásra ritkán kerül sor városunkban. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Jegyző asszony. Csak arra, hogy én hívnám fel a figyelmet, hogy a pénzügyi bizottság ülésen módosít.
tartó, pontosító javaslatot, és tettem is azzal együtt kérnünk szépen elfogadni, tehát ott, ahol hasznos alapterületre, egy hasznos alapterületi felhívásunk, egy jó alapterület megfogalmazási szeretettel. Köszönjük. Miért szerint szavazunk? Hoffmann-Bá, Ági Csanta, Csúcsia István, Karpa Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics Ildikó, Kis László, Malackó István, Vaslaki Judit, Vejmona István, Bukov Máté, 11, Integrált településfejlesztési stratégia módosítása, a záróvéle vélemény elfogadásáról szól az előterjesztés, a bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja az előterjesztés. Van-e kérdés? Név szerint szavazunk. Hoffmann Bálint, Ági Csanta, Csúcsia István, Farka Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gerdi Csillés, Kis László, Malackó István, Vaslaki Judit, Vejmala István, Bukov Máté, 11-et mondom, A nyílt ülésnek ezen vége van. Nyílt ülésnek vége van. Javaslom, hogy az egyébeket hozzuk előre a zárt ülést megelőzően. Kiosztottunk a képviselőknek, és javaslom, hogy most meg bizottságasszony is kapjon ebből a tájékoztatóból, mert személyesen is kerestük ezzel kapcsolatban. És kérdezzük fel a képviselő urat majd, hogy kielégíti-e az ellenőrzés és a dokumentum, amit az általat egy bejelentés alapján készítettük, és felolvasnám azt a mondatot, amit megkaptam a Facebookról, és amire reagálásokat várok azon az oldalon működő, vagy résztvevő képviselők részéről is. Polgármesterünk szociális érzékenysége nem létezik, a szegényeket, rászorulókat nem támogatja, önmagával szembe, hogy hallom nagyon gálás, ezt igazából nem értem. Igazán nem szeretném, ha ő lenne Tökő Ceausescuja, és elkezdődne a 3 napos visszaszámlálása kilövéséig. Úgyhogy elvárom mindenkitől, aki ezen az oldalon kommentel, hogy tiltakozzon és védje meg a polgármesterét. Az teljesen mindegy, hogy ki, bocsánat. Az teljesen mindegy, hogy írta, azt látjuk, hogy voltál erre rendelni kell. Köszönöm szépen, egyébként főleg képviselőt kérdezem, hogy az ellenőrzés kielégíti-e. Elég vaskos, ezt mindent tudok olvasni. Majd a látogasom, akkor kell biztos, hogy benne, hogy kielégítő. Köszönöm szépen a kérdést, vagy a gyakorlatra. A lényeget összefoglaljuk azért annyiban, hogy amit dokumentumként most megkaptak a képviselők, az vannak az ellenőrzésnek a dokumentálása, amit a hivatal ennél a cégnél lefolytatott, illetve azok az a dokumentumok, amelyek a cég működését szabályozzák. Köszönöm. Egyetek? Füle képviselőknek adott tájékoztatóval kapcsolatban annyi kérdésem lenne, hogy volt korábban egy másik új csont, ez a Tökörön a használt sütőzsír, sütő olajnak az elhelyezése, hogy tehetetlen az önkormányzat esetleg egy olyan kérést ez a cégnek, hogy a településről esetlegesen fölmerülő sütő olajat ez a cég mondjuk átvegye egy adott időpontban. Mert ezzel kvázi megoldott lenne egyébként ez a igény, vagy nem létező igény, vagy létező igény, vagy nem. Bocsánat, én mondom, ezt az algi sajátlatást önmeredbergel, ott van náluk. Hát nem tudom, hogy ez a fára vagy, de tökében megoldható, ez elszítő saját. Ez jó, hogy ezt nem tudom. Köszönöm. Ugye Stefán barátom is a Kossuth Rádióból értesül, a Kossuth Rádió foglalkozott vele egy nap vagy ma, hogy 2021. januártól
új hatáskörrel és új rendszerrel történik meg az a begyűjtés, különböző kötelezettségekkel. Tehát már mondott mintákat is, hogy mint a melyik kollégium, hogy gyűjti. De kiadott edénybe kell majd gyűjteni, és a kiadott edényen lehet leadni, és csak akkor a csehelyedényt. Valamilyen rendszer tudtam kibogozni a pillanatúgyi magyarázatból, de ugye nagyot fog változni a hulladékgyűjtési rendszer január 1-jel, ugye hol átvette ezt. Igen, ez volt többet. Törvény erejű olyan rendelkezések lesznek, ami kötelező lesz, tehát most nem kéne megelőzni az egészet azzal, hogy ha eddig nem, mert ugye 2006 óta működhetne. De megoldott a dolog. Igen. Csak nem tudta képviselni. Ha már az egyeveknél vagyunk, akkor itt a bizottság is elhangzott a Csúcsa Szipán részéről, hogy iszabból, illetve szennyvízből tisztítószert nyernek, és ezt hallott a rádióban, ez azóta tisztázódott, és szeretném a képviselőket tájékoztatni, hogy valóban van egy ilyen hír, de nem szennyvízből, hanem szennyvíz iszabból nyerjen magyar szabadalommal. Nyernek mérnökök tisztítószert, akkor is érdekes, hogy nem a szennyvíz tisztítására vonatkozik, hanem az annak a maradványának a feldolgozása válik egyszerűbbé. Szennyvíz iszapból. Képviselő. Hova a képviselő, mire gondolt? Gumicskutra? Hát, hogy korábban ugye felmerült az, hogy több alatt megoldott a de a zsidóval. De a gumicsont, az, mire gondolt, hogy gumicsont? Hát, amik ilyen általános triggerek, például mondjuk a Facebook is, tehát hogy most például reflektálva erre is szerintem a legjobb megoldás az ember kimarad a sárdobálásban. Az ennyi, tehát hogy igen. Mondjuk ilyen csoportnak nem tagja. De mindegy, tehát most ha nem nézem, nem olvasok, nem reagálok rá, akkor megvan oldva. Tehát hogy ez... Én azonnival értek egyet, hogy erre reagálni kell, mert te ugyanannak a képviselőtársadalmatnak a tagja vagy. De... Bocsáss meg, abban értek egyet, amit az Zoli mondott, ha egyszer ott tag vagy, akkor erre reagálni kell. Az nem jó, hogy te bedugod a homokba a fejedet, és azt mondod, hogy semmi. Ez tény. Nem én vagyok az én, tudtom már egyébként a polgármester úr ebben a dologban a legritkább esetben reagálok, például mondjuk a Facebookos felületen. Tehát, nem reagálok, én azt kérem, hogy azok, akik ott vannak azon a felületen, védjék meg a polgármestert, védjék meg ettől a hangtól tökölt. Ez így van. Ettől a hangtól tökölt. Én meg tudom magam védeni egyébként, meg az én családom megszokta már. Mert az ülémet elvitték Málenki robotra, elvettek mindenünket, tehát én ütésálló vagyok ilyen tekintetben, de azt gondolom, hogy a közvéleményt illetően meg kell húzni azt a határt, amit nem lehet túlélni. Nem lehet fenyegetőzni, nem lehet mások megfélemlítésével népszerűséget szerezni, nem lehet a képviselői bizottsági restitétellel ellentétben hazugságokat, álhíreket terjeszteni. Van egy határ, és ugye miután elindul a választási kampány, és jövőre választás lesz, én azt gondolom, hogy igenis fontos, hogy legyenek levelkocsolatban. Köszönöm szépen, Jelci Asszonyi a szót. Elnézést, csak egy válasz, még a Sára úr felvetése, hogy ma már nem foglalkozik sütőzsiradék hasznosítással a cég, tehát épp azt próbáltam végigvezetni ebben a leírásban, hogy eredetileg 2006-ban erre kértés kapott engedélyt, majd 2013-ban módosult, és hozzá is csatoltuk azt a környezetvédelmi hatósági engedélyt, ami alapján hulladékkezelési tevékenységet folytat. Ma már oldószer visszanyerésével foglalkozunk ebben a körben, tehát megváltozott a igen. Nem, azért mondom, hogy nem értem, csak hogy pontosabban.
Igen. Én az egyetlen két dolgot szeretnék mondani, felvetni. Az egyik, hogy én azt szeretném kérni, mert ez a téli javaslatként terjeszteném, hogy az ülésekről készült felvételek a bizottsági üléseket is beleértve vállalható minden esetben kerüljenek ki az önkormányzat honlapjára, visszamenőleg is szeretném ezt kérni. Tehát nem csak a testületről, hanem a bizottsági ülésekről készült felvétel is. És ebben kérem a képviselőtestület támogatását. Szerintem a korrekt tájékoztatás az így valósul. Bizottsági ülésekről nem készülnek hivatalos felvételek, mindenki készíthet felvételt, aki akar, de nem készül hivatalos felvétel. Természetesen jegyzőkönyvi részlet van arról, hogy amikor az önkormányzati videófelvételekről tárgyaltunk, akkor én azt javasoltam, hogy ne a képviselő testületi ülések, vagy ne csak a testületi ülések legyenek nyilvánosak, mert ezekről igazából ezekben a vitákról nem kapnak képet azok, akik figyelemmel kísérik a munkánkat. A bizottság ülések felvételét javasoltam, képviselő azt mondom, akkor ez ellen a javaslat ellen volt. A testületi felvétel. De semmi akadálya nincsen, ugye a korábbi időszakban volt is, én megértem most, hogy ez egy költségtakarékos megoldás, a korábbi időszakban a Civil Control Egyesület hívott ide olyan operatőrt, aki fölvette a testületi bizottság munkát. A testületi ülés teljesen nyilvános, bárki idejöhet, részt vehet a munkában, felvételt készített, azt nyilvánosságra hozhatja, teljes nyilvánosság előtt dolgoznak a bizottságok és a képviselőtestület is. Ehhez is szeretnék még egy mondatot mondani, meg még egy dolgot szeretnék felvenni. Ez egyik, ami nekem nagyon szimpatikus, van egy ilyen felületi önkormányzati tévén, én tudom, hogy ez össze biztosan hirtelen van. A Sziget-Valmi önkormányzat, Sziget-Szemlékos is úgy látom, hogy a tagsai és minden bizottságüléséről, testületüléséről készült felvétel. Feliratkoztam erre, hogy lássam, hogy működik a rendszer. Kapok róla értesítést, hogy 3-4 napúra várnak az ülés, aznap is kapok értesítést, hogy van az ülés. Így legyen ez ment közvetítik, és utána felvételről is meg lehet nézni. Tudomásom szerint, ugye jegyzőasszonnyal beszéltünk még itt a ciklus elején róla, hogy van olyan szavazórendszerünk, hogy rendelkezünk fel, amit jó lenne felújítani, újra rendszerbe állítani, ami kapcsolódik ehhez a felvételi lehetőséghez. Én azt javaslom, hogy nézzünk ennek utána, és csatlakozzunk lehetőleg ez a rendszerhez. Ez az egyik. A másik pedig a kerékpáros közlekedéshez kapcsolódik. Életveszélyes kerékpároz még mind a fő utcán, mind a Csépi úton. Tudom, tehát látom, hogy keskeny az út, nem tudom kialakítani mellette kerékpárutat, bár nagyon jó lenne. De az a javaslatom, hogy gondoljuk át, hogy legalább annyian figyelmeztető, figyelemfelhívó táblákat helyezzük ki. Ugye az autósok egy kicsit jobban vigyázzanak a kerékpárosokra, mert számtalan esetben nagyon-nagyon baleset veszélyes szilvázik alakulnak, illetve nagyon sok kerékpáros baleset volt. Ugye ezt kérem, hogy esetleg kérdezem, hogy milyen módon lehetne esetleg táblák kihelyezésével, hogy valamilyen módon felhívni a figyelmet. Bár nagyon jó lenne, ha lenne egy kamerarendszer, úgy végigképítve a Csépi úton meg a főúton, hogy a gyorsajtást meg lehessen fogni, mert ez az egyik kiveszélyeztető tényező. Ez az egyik része, a másik része meg akik részt vesznek a testületüléseken, és nem csak minden másodikon, mint képviselőasszony, azok tudják, hogy közel 7 millió forintot fogadtunk el a térfigyelő kamerák felszerelésére. A jövő héten kerül a szerződés aláírva, 6 helyszínen 11 kamerát építünk ki. Tehát igazából, de örömmel egészítem ki a képviselőasszony ismereteit a testületi munkával kapcsolatban. De ezt szerintem talán nem zárnánk ki, hogy azért egy ilyen felhívótávát kihelyezünk. Ez semmit nem zárt, képviselőasszony javaslatait jegyzőkönyvben rögzítjük, közül a közútkezelő felé, a rendőrség felé tolmácsoljuk, és egyébként a következő testületésen írásban választatunk képviselőasszonynak. Köszönöm a képviselőt. Csak ennyit szemtik el hozzáfűzni, ugye felénk erre a bicikli út. Ott ki van rakva a bicikli út tábla, a 30-as tábla, a zónatábla, a mindenhol, és attól függetlenül
80-90-nál sűrítenek el azon az utcán. Tehát kivehetünk még 800 000 táblát, az semmit nem fog megfogni, csak az, hogyha ott ül a rendőrt és fényképet reggeltel estig. Valami semmi nem csak meg fogja jönni. Igen, mert a biciklitom partról, és amikor szóvá teszem, akkor keresetlen módon eligazítanak, hogy merre menjek. Köszönjük szépen, van-e valakinek még a negyedekben? Ha nincs, akkor a mai munkát köszönöm az vendégeinknek, és szárfülést rendelek el a képviselőknek, hogy a tagjainkban folytatjuk. Bocsánat, most nem. Egy rövid kérdésem van. Megkaptam a választ, hogy engem az utcánban van, hogy fiatal ember megkeresek. Ezt a tetemes oldal. Ezt átadhatom neki, hogy megnyugodjon végre, és ráállítsa a pletykát. Teljes mértékben nyilvános. Nyilvános, és én bele is kaptam a hivatkozást is, hogy milyen internetes területen tudják elérni ezeket a nyilvántartásokat, amiből lehet tájékozódni ezeknek a cégeknek a tevékenységéről. Köszönöm, mert a mai napig is keres meg embereket. Csak azért kellene valahogy leállítani. Hát leállítani a tényekkel és a valósággal lehet, mi ezzel dolgozunk a tököli városi honlapon és a tények közügyek oldalon minden információt, amit fontosnak tartunk, bármilyen témában nyilvánosságra hozunk, érdemes ezeket követni, illetve tudom, hogy meg is osztjátok, és ezt köszönjük. És mivel egy kiegészítésként még annyit szeretnék elmondani, hogy a helyszíni ellenőrzés során jelezte a társaság tulajdonosainak a képviselője, hogy személyes bejelentkezést követően szívesen bemutatja a cég tevékenységét a képviselőtestület tagjainak is. Úgyhogy ha ez érdekli esetleg önöket, akkor szívesen szervezünk egy ilyen látogatást. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, köszönjük a vendégeinknek, és átküléssel folytatjuk a munkát. Köszönöm szépen.